well, these next two, maybe they could tell you a little bit more than I can. Henry G and Alex, take it away. És akkor sokat említett második pálya, Dust 2. Az esemény eddig legjátszottabb pályája. És már is érkezik a hosszú, jól látom? Jól, bizony. Illetve rövidet is kitolták a CT-k. Egyedül hagyják Pain Takót. Másik négy CT A felé orientálódik többnyire. Érkezik a hosszú támadás. Holzra. Hát nem igazán tud elleni senkit egyelőre. Neki viszont talán inkább el tudja szedni őt. Fullán jók a sebzések, de nincsenek killek. Nekéz. Másik oldalra cserébe fogani, fair lesz a dupla. Hát egyet öl és sebez, de ez még mindig kevés. Fullán egy fej azonnal, viszont ketten néznek kire, sok esélyt nem adnak neki. Takó 1v3-ban. Nem is használhatatlan egyébként, bár érkezik mögött a steel, így viszont eléggé használhatatlan lesz az egész. És kapja egyből a dupla fejest. 3-ban 3 pixel kör így Aluminus a team neve mellett. Az előző pályán is mind a két fél idő pixel körét elhozták, és utána lévő köröket. Eddig ezekben nagyon jó a Luminosity, viszont ezeket a köröket elhozzák, ez egy 4-5 kör. Hogyha még egy fegyveres is beleszámolunk. De utána pedig az előző pályából kiindulva tökre elfogynak, és a Made in Brazil vissza tud jönni annyira meccsbe, hogy megfordítja a fél időt. Kérdés leszek, hogy ez a Dust 2 hogy fog működni. Kitolják hosszút, Phelps azért meg lelövi Tyvacon Steel-t. Ez érdekes volt. Mert egyből busztolják fel a site-ra, nála van a scout, az egyik scout. És már is keresi az ellenpitben. Egyébként Henny ott van a scoutjával. Számítanak egymásra, közben nekiz lelövi Kovacsen át alsó rövidről. Fair a timing. Rány a timing. Holland, lelövi Lukász, Henny pedig Fert. 3v2, mennyedik az állarakó. Hát ebből alá lesz a CT-k számára, főleg Hullennek. De akkor még esetleg menthetne, de mindjárt ráugrik. Volt, kap egy teget. De innentől kezdve szerintem lebukott, és meg is fog halni. Így is van, érkezik Nekiz. Körre azért még lehet a Luminosity-nek, és hát biztos, hogy lesz, mert Hull lehúzik a Made in Brazil, egyre a füstöt vetedik Fallen. Azért egy P250 belefért még Kodzerának. Hosszú stack. 3 ember esetleg úgy néz ki, 4. És Phelps pedig fent van a trakón. Tehát ez így teljesen jól Luminosity-nek. Egy az egyben másik irány mentek, besétált a teljesen ingyen Béler, akkorra le fog kerülni a bomba. Made in Brazil-os háza pedig hősiesen várják az ellenfelüket. Steel. Uha. Henny kilövi Fert. Fal sem akadály. Bomba bén van, de ennek ellenére mennek be ára is. Rendíthetetlenül, bár akkor az erőlő meg egy alkát, csak ki tudja hozni? Hát nem. Volt ideér még időben. Hamar jött a válasz. Ismerős forgatókönyv, Mirázson pontosan ugyanez játszott le, a negyedik körben jön az első fegyveres kör. Ezt még ugye lehozta a Luminosity, és utána kezdett ez zárkózni. A Made in Brazil olyannyira, hogy 10-5-re meg is nyerték az első fél időt. Nézzük, hogy ez most másképp alakul, lefordulnél ott van az AVP. Ugye a Dust 2 különösen fontos a távcsőes fegyverek használata. Mert elég nagyok a távolságok, gondoljunk csak hosszúra, gondoljunk középre. Itt nagyon jól funkcionálnak ezek a fegyverek, és most a Made in Brazil kér időt. Az előző pályán a Luminosity mind a négy taktikai időkérését elhasznált az első játék részben, ez kicsit meglepett még minket is.
Előző pályán igen, a Luminosity volt ez, aki elhasználta az összes időkérését. Ideje korán. Utána már nem is igazán tudtak változtatni a verseny folyásán, a verseny a map folyásán. Lehet, hogy a verseny sem fognak tudni, és két vereséggel távoznak a Pro League döntőről. Neki ez agresszív. Úgyhogy el kéne találni Ferbset. Bolc is tud fregelni, a harmadikban nincsen meg Fallon, az AWP-vel vissza tudja őket lőni. De négy terror is itt vannak, Fallon, hogy innen el tud menni, akkor nagy szerencséje van. És nem hát is nem tud Lukasz végzetre, és már csak ketten élnek, sőt Takó egyedül él, 1.30-nál. Hosszúan elég kemény darab volt, ha nézzük, akkor mit tud tenni, megvan neki Henny. Viszont Lukaszékkal már nem végzett. Tanulunk Brazilul, ezen a brazil rangadón. Következő frissítést pont így nem lehet lőni majd az auggal, ha minden igaz. Sokkal pontatlanabb lett 10 kópolás nélkül. Valaki esetleg nem látta a hajnali frissítést. Én szerencsémre pont akkor akartam játszani, úgyhogy várni kellett egy fél órát, még az update életbe lépett. Még a Steam frissült. És most megint csak pisztolyokkal indul meg a harcba a Made in Brazil. Felsz elégette magát konkrétan 31 HP-ra. Röviden Fallen fogadhatja őket, számít a boostra. Hopp, nem senki. Keresi a boostot Fallen, ne jön, nem látja. Majd most. Hát, igen. Ám volt a fős, neki is tud fregálni, és megindul a rövid offenzív. A Steel leugrik, viszont nem tudja megölni Cold. Hát, oh, követő Cold, Bolt. Gyerünk. Vagy jön a néd? Hát akkor rip. Bennet lesz. Mi? Ne, mi? Ne, fennakadt a patkába! Fennakadt a patkába, gyerekek! És ilyen Phelps, Quarzer is tud fregelni, 2v2. Quarzeránál ott van egy AK-47-es. Jajaj, egyedül maradt Henny az AWP-vel, és hibázik egyet hosszúra. És tudja, hogy cserélni kell az SG-re. Nagyon szépen rátart Quarzerára. És nem tudja megölni Phelps. Hihetetlen. Ilyen kört hoz végül a Made in Brazil. Egy kis patkán megy el a kör. Oké. Okay, hát ott igen, igen. Fennakadt a gránát, oké, okay, de a sebzés hogy akadt fönt abba a kis patkába? Szerintem nem volt meg a távolság, és be tudtak annyira csúszni a sarokba, hogy épp, hogy egy-kettőt nem sebzett. Nem, a sebzés felfogta. Teljes mértékben az a kis patka. Szerintem sebzette keveset. Csak hátraúzott talán annyira a sarokba, hogy ne ölje meg Fert. Azt hiszem. Minden esetre érdekes szituáció volt ez. Ha az a patka lett volna Csernobélba. Megvan az első köre a Made in Brazilnak. Érdekes körülmények között, de hát ezt már senki sem fogja nézni a későbbiekben. Kísértetésen hasonló a forgatókönyv Lukásznak, viszont most megvan Fallen az AWP-vel. Nehéz is tud időt regálni, 3v5 fel 27 HP-n. Ó, ez csak egy tag. 3v5 lehet menni ára, Phelps majd ittből várja az ára érkező terroristákat. És úgy döntenek a Made in Brazilosok, hogy nem kockáztatnak. Nincs még olyan jó pénzügyi helyzetük, hogy itt próbáljanak az ilyen ritékekbe belemenni. Felsz még azért megölte Lukászt. És így ennyi. Ennek a körnek a vége. És abban a bomba, 5-1. Egy körre vezet a Luminosity az első fél időben. Nem tudom pontosan mennyi pénze van most a Made in Brazil-nak, de lesz elég bőven AWP-re, kettőre is. Nem tudom, látjátok, de Colzerán is kitakarva a Betway. Csak Fullennél és Fairnél, legalábbis ebből a kameranézetben ennyit láttam.
elfogyott a szigetelő szalag. Henny, igyekszik entrizni egyetbén. Jön össze a fik. Holom pedig alsó tartja, számítanak erre, érkezik képes. Majd egy boost, Fallen. Még ezt az arra dönt, hogy most kire is tartson, vagy merre is tartson. Úgyhogy végül mindenki maradt. 100 HP-n senki nem hullott el. És Fallen már vissza is ért rövidre. Helyébb, akkor rövid támadók. Fallen, mit fogtok kezdeni? Lukásznak van az entry. Hosszú ráadás, úgyhogy Fallennek vannak számlálva itt az ideje. Meddig maradhat fent röviden, anélkül, hogy bármire büntetnék. Húha, nagyon bátran. Fallen nagyon sok múlik ebben a körben. Ennek a longfogdoló füstök. Aj. Ezeket az első Pro 10-ben láttad, csak az a baj, hogy lyukas a füst. Pro 10-ben ezt megdobták lyuk nélkül. Egy-egy sere. Kolzera. Nem jön a fejbolt. Jobban akasztotta most a buksit. 4v2, lekerül megint állára kura a bomba. És takol és fair, viszem, hogy ezt megpróbálják majd visszafoglalni. Meg ha bolt. És ez ugye királták hosszúra a bombát. Mintől kezdve túl sok dolguk nincsen. Nekiz elővít a kót, nagyon szépen. Nekiz egyébként nagyon jól játszik ezen a pályán. Nézzük a kitörő örömöket. Azok a feszült pillantások. 2-1. Megvan. Yes! Ja, nem jönnek, hát nagyon... Ez nem az a kör. Nagyon koncentráltak pedig. Én is vártam egy nagyobb üvöltésre. De hát most egy kicsit visszafogadta öröm. Annak még jobban örülnek, hogy a Made in Brazil egy újabb taktikai időkérést elhasznál. Most ők játsszák el ugyanazt, mint az előbb a Luminosity, az első fél időben elővik az összeset? Persze, egyből. Fallen saját kárára csak egy játékos tudott megölni. Más kárára többet? Vagy ez most honnan? Ez jó kérdés. És fogalmazza. Maradjunk az engedjük el duó szónál. Tette lesz testvéreknél AVP-k. Kezdik a flash, itt helyvak, kapja a heget, ki, hát ötöt sebez, az igen. De hibázik megint, hávalabb dobja a VP-t. Okosan egyébként csak nem sikerült kizalálni vele az ajtón. A Lukász is hibázik. Családjátok? Különbség az, hogy Lukász nem egy main AVP-s. Ennél viszont azért az. És egyenlőre elég rossz a teljesítménye. Lehet, hogy ezért is vannak alsó ágon. Ennek ellenére 6-1-re vezetnek még a Made in Brazil ellen a második pályán. A saját választásukon, Lukász! Nem utasd meg! Lőjünk rá az ajtóra, gyerünk! Már nem annyira nem rédeli. Hát, kevesen néz Kozrára. Nem olé, elugrik. VP-re rá se tekint Kozrára, aki bőven elég az a desert. Ígülöske, jön a flash, múlni kell. Esetleg segítségképpen jöhet majd Fer. Oldzera meghal, Fer válaszol, megvan a bomba, és Fer befejezi a kört. 6-2. Pénz azért most már van mindenki itt oldalon bőven. Most hiszem csak egy AVP tudott vásárolni a Luminosity. Kozera nagyon be van feszülve? Hát figyeljetek, az első körbe vagyunk, és közel a kiesés, az a Made in Brazil.
Te is be lennél feszülve szerintem, illetve hát kb. Mindenki. Hát a Luminosity gamingesek is, pedig ők azért nem egy csöndes társaság. Hát ha lehet. Vagy nem a Teles testvérek. Nem arról híresek. De hát ilyen játékosok is kellenek be a közösségben. Micsoda duplálni P-setup. Igen, és ezt akartam kiemelni. Eurikon, és akkor majd tartják mások. És bevált. Át tudták hozni Steel-t emberelőnyben. Made in Brazil. Oldra, bevő side-ra. Van aid. Gránát. Jóvak, neki is leugrott CT-re. Püstenet sikerült megölni. Felsz viszont meghal hosszúra, Kolzera nagyon szorult helyzetben. Főleg így, hogy meghal Fallen, viszont van válasz ismét. Kolzera a füsszélén. Henny megint hibázik, második lövése már eléggé pontos. Érkezik fel hátulról, Hennynek nem lesz ideje bemenni, a bomba leesett. Lukasz nullas érkezik hosszúról, van róla info. Tartják is, és Takó befejezi. Fordulatos kör volt. Az egyszer biztos. De nagyjából csak Kozerennál fogyott egyébként a ragasztószalag. Többieknél van, ha jól láttam mindenkinél. Lehet ő állt a sor végén. Még Zeusnál is van. Lehet, hogy Koldot még támogatják, csak más nem. Ő az egyedüli. Kozera, tehelyvakt, lejut pitbe. Neki is érkezik, 4 HP-val túléli. Nagyon erőlteti ezt a hosszú út a Luminosity, és egyébként jól csinálják, mert működik. Úgy van, többször bejött. Miért hagynák abba, hogyha működik, így van. Viszont most azért nincsen annyi gránát, mint azért általában egy rendes körben szokott. Nem sebes senkinek volna gránátja. Viszont nem számít a Steer-re, vagy okay. Ez nem tudom mi volt, Fallen-től, Takó. Jaj, Takó. Ó, oh, egy! Na, ötteg. Ott is egy tag, Takó! Még ilyenkor érdemes pisztolyt használni, hogyha már jött egy tag. Valószínűleg ezt nem látta. Peps, hát örülök, hogy ez ott pont. Vannak, de... a lényeg a Luminosity-nek megvan a hetedik köre. Megnézzük megint bolcékat. És bolc irányít egyébként, ahogy nézed. Igen, én is ezen gondolkoztam még az első pálya alkalmával. Tehát hogy azért, mert nem. Húrantott nekünk egy szépet. Nem láthatta a teget, mert pont dobozon átment a sebzés, így még a vérfoltot sem. Hát hallani lehet azért talán. Se baj, ezt ne írjuk fel a számlájára kivételesen. Most viszont megvan az entry a Made in Brazil-nak. Fallen végzett Steel-lel. És akkor azért az UMP van olyan közeli pozícióban, és neki ezzel találkozhat, és meg is tudja őt ölni. Lassabban van két játékos, és Lukasz igen. Az a huggal. Bedurrantott a Koldzer a fejét. Ezért Henny reflexei. Reflexei sem. Ilyen gyorsak. Vagy mégis. Jó. Ha elsőre nem lőtt rá a repülő takúra, akkor ő másodszor. Henny elviszi Fertis, és való is jó, és el is égeti Phelps-et. Phelps bejött lelőtte Lukasz, viszont Henny molójában elégett. Úgyhogy egy Henny triplával megnyílt a bélerakó. Fallen most érkezik csak. Henny már teljesen itt van a rakón. Bolc pedig még csak alsóban. Elkezdi tenni? El. És Henny erre számított. Fékelt egyet. Hát Fallennek egyébként nagyon sok választása nem maradt szerintem, mert került rá ugye Luminosity másik játékosa.
nagyon szép fejlővés Henitől. Szóval ez sem volt csúnya, csúnya felre. A tripla pedig már... A tűznek az érdeme volt. Jó. Hát ez jó volt megnézni, csak azt is láthattuk volna, hogy ahogy meghal. Ó. Oh. Ebben a körben már. Beszaladt felnek a scoutjába. Uha, Coldre jó vagy, de ennyire azért te sem. Pixelen tartani egy dezivel. Na, tessék. Vagy mégis. Bizonyít. Hát nem betolta neki, ez easy frag. Ja. Jön a hag. Minden erre. Napos. Igen, egyértelmű. Egyébként kezd hozzáválni. Fogjuk rá. Nézd meg! 3 HP-re előtt ezt ilt. Volcera, Fallen. Aki látja meg előbb a másikat, Bolc vagy Fallen? Vagy inkább egyikük se. Ajaj, sokba kerülhet egyébként a Medium Rosie-nak. Hát itt talán nem. 2-5-ben ez így. Főleg így, hogy Quartzera pedig tartott neki szembe. Miért tart rámpára, hogyha társa nézte végig? Jó, mindegy, hagyjuk. Lukász, 1v3. Eddig egészen szerepel egyébként. Körülbelül szépen nagyon hamar bombát nehezen fogja tudni lerakni, vagy éppen sehogy. Hanyadik a kört, ha nem. Megy a hangzavar a Luminosity mögött. 8-4. Jobban mondva csak akkor megy, amikor nem nyerik. Amikor nyerték, akkor nem igazán hallottunk semmit, nem? Hát akkor is hallottuk, volt rá példa, de... Igen, igen. Szóval 8-4, ez még közel sem lejátszott első fél idő. A Luminosity azért értelemszerűen egy 10 kört mindenféleképpen el akarna hozni T oldalon. De azért Fallenének is lesz ehhez egy-két szavuk. Három hosszúra átálltak, három rövidre, itt azért elég necesen fognak elférni CT-k, és ha kaptak egy vakidót, akkor hamar vége lehet itt a bulinak. Viszont ez a másik oldal is igaz. Nem rosszak a trédek. Jönnek ki belőle. Hát nem rosszak, de... Hát attól függ kinek. Hát, igen, ezt akartam mondani, hogy attól függ melyik oldalról nézzük. Inkább a T-nek jó, Lukász. Volt valószínűleg egy embert, legalább oldalba lő. De lehet, hogy mindkettőjüket. Így is van, kipontozza még Takót is. 9-4. Érdekes vásárlása. Made in Brazilian időközben. Nincsen AVPT oldalon, Fallen azért kapott egyet, vagy vett egyet. Mivel azért nem hibázik, viszont házba tudja őt lőni még időben nekiz. Henny, egy megvan. És a második neccesebb bejön már. De azért ezt is begyűjtik Oldzerának. Annyi. 4v2, 4v1. És Nekis befejezi egy 3k-val ebben a körben összességében. Van a 10. köre is a Luminosity-nek. 10-4. 10-5-re. Túl sok pénze nem marad már a Made in Brazilianak. Hajszállító Fallennél, egy UMP Coldzeránál, meg Takó valamit vesz 2002-ből.
Fair. Szegény Fer. Addig bújt ebben a fűzben, amíg meglátták őt. Az igen, volt Zera. 11-4 a Luminosity-nek. Elég erős első fél időnek titulálhatjuk ezt. Meggyőzőben játszanak sokkal, mint Mirázson. Ez ő választásuk. Nem meglepő. Gyorsan vergetjük az első fél idő. Nagyobb pillanatait. Igaz, nem az első körtől kezdve, és zene nélkül. De egy nagyon érdekes másik fél idővel folytatjuk hamarosan. Egy 4-es vezetésről folytatjuk Luminosity Gaming Mirim Brazil ESL Pro League mérkőzést. Ez már a 9. szezon London-töje, és ott azon belül is az alsó ág első köre, egyébként a B csoportban. Második pályán saját választáson Luminosity vezet 11 körrel. Könnyen mehetünk a Deciderre, ami bele lehet akkor kötni. Train lesz, közben pedig kijönnek középen a kolzeráék? Nem úgy sorakoznak, Takó, bocsánat. Lukász és neki is lehet itt, közvetlen közel. Ne haragban azt lenni, de...
te van a cserélve a számokra. Minima pont. Javul a felső körül. Semmi baj, csak megtévesztett, hogy nem volt 5-ös számú játékos a terroristáknál. A CT fős, Lukász, nekéz. Jó, jó, a Henry Flash. Nagyon jól működik, nekéz. Kolzera hány embert tud visszalőni? Hát sokat kellene, egy megvan. Viszont többet nem. Takó 1v4-ben. Két HP-n Takó ellelő, két játékos. Ott a harmadik Takó! Na jó. 1v4-et hoztad és beakad a fejes! Henny, hova néztél? Hát és Takó mit csinál, gyerekek? Épp azt akartam kiemelni, 4x4. Pisztolykört hozzá a Luminosity, aztán Takó lerak egy ilyet. Na, hogyha más nem akar, ez biztosan ad egy kis boostot. Jó, 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 ez jó volt Lukásztól, de ne ezt nézzük már. Igen, ezt. Egy, ez kettő, beálltak egymás mögé, az valahogy beakadt. És ez hogy akadt be? Valahogy beakadt. Hogy misszelt, Henny? Hát lőtt vagy kettőt, valahova. Szotyizott, vagy én nem tudom. A Lukász meg is halt egyébként. Takó által. Takó abba se hagyja, igen. Ott folytatja, ahol befejezte. Ott folytatja, ahol abba sem hagyta. Vagy... van baj. Bolt! Egy megvan neki, de Feri itt van, hogy cseréljen. A bombát is Takó rakta le. Nagyon szereti a pontokat. Mi is le van marad egyébként Kolzerától. Tíz-tizenkettőben van, még így is minuszos a KD-ja. Mert hát nem minuszos, hanem egy alatti. Érdekes lenne, minuszos lenne. Hát ugye azt nézzük akkor, hogy mondhatjuk azt, hogy minuszos. Hogyha valaki ugye 11-10-ben végez, akkor úgy mondhat, hogy pluszban van. Hát, azt mondhatjuk, hogy negatívban. Minuszban. Pluszban fogjuk van. Fogjuk rá. Bele lehet megadni. Zetűz is pluszban van. Pici, gyerek, hagyd el a szobád. Na de. Azonnal. Mindig ugye nem lesz fegyveres kör. Henninél ott van tovább, és a scout, a többieknél pedig gránátok, meg kis pisztolyok. Kolzera nézett ki hosszúra, de jó pár gránát után inkább meggondolta magát. Nekiz, próbálja rekonstruálni azt, amit Kolzera csinált itt középen a fakapunál. Lesz olyan sikeres. Tehát így nem úgy tűnik. Csak szórja a golyókat abból a deziből. Folan pedig röviden próbál gondot okozni a Luminosity-nek. Elég lassú kör. Az ember még egyik oldalon sem hullott el, és valószínűleg rövidről fog érkezni ez a támadás, Kolzera pedig majd hosszúra fog érkezni, a Steel-el találkozhat, az egy nagyon fontos frag lehet, mint például lesz, hogy Lukász le tudja lőni a leugró fert, hol legyen ki középen, megöli Lukászt, Henny pedig felpusztál. Ez így érdekes lehet, 15 másodpercen vissza a körből, szaladnak B-re. És Bolz tudja, hogy egyetlen dolga van, hogy bújjon és lelője azt, aki élesíti a bombát. 5 másodperc, lesz-e idő, Fallen, és hát akkor megmenti. Jó, összejön. Csisztesen, de összejön. Számítanak ezt térre? Megvan neki Takó. Volt a 4 Fallen, 5 HP-s. Jajjaj. Júj. Be is tölti a CZ-t, ami egy évezred. Henny meghal. Steel, megvan neki egy frag. Rászed a bombára, nincs kitje bizony. Esélytelen, hogy végigszedjenek, hogy megölje ellenfelét, de megvan a frag. Kolzera most sem siett el. Rámenjen a bombát szedő játékosra, de nem szerintett arra, hogy ablakban lesz már.
Hát ezt a kör sem Henry miatt nyerték meg sajnos. Igen, igen, de a Mini Brazil sem így tervezte, de végül eljutottak a bomba élesítéséig. Viszont ott azért megbánták azt, hogy elég kevés életerőn voltak. Ezt tényleg nagyon szépen játszott egyébként meg ezt itt a végén. Elhitette Kovacserával azt, hogy pros never fake. És érkezik időközben a Mini Brazil harmadik taktikai időkérése. Amire szükségük is van, ugyanis 6 ponttal kevesebbet gyűjtöttek, mint ellenfelük. Ez eddig lejátszott 18 kör folyamán. Hát igen, most Fallennek sem megy annyira, mint Mirázson. Azért az jól látható, de lehet, hogy majd tévadalon durran be az AVP-vel. Csak volt páros a bén. Jött ki a hag a kártenőre. Most elég sokat sebez. Meg kéne ölni a terrorokat. Jók a sebzések, de... Hát Kozra. Már meghal. Még van esélye visszafoglalásra. Nincs két. Még a vízválasztó lehet. Egyelőre viszont van idő. Teresz testvéreknek. Hát igen, tökézve Hennynek már. Ismét nem volt nagy szerepe. Sem. Szaros lesz itt a végjáték. Én azt gondolom, most ugye érkezni fog majd egy Echo. Annak ellenére ezt ilyenél 7000 dollár van. 12-8. Nagyon könnyedén. Ja, hogy ez így működik, értem. Henninél ott van egy AVP. Amivel persze. Meg is lepi fert. Ez így működik, egyértelmű. Sokat misszelek egész meccs, alig találok el valamit, de ráhúzom Echo-ban az AVP-t. Nagyjából egyébként olyannyi pénze van most, mint a társai, de akkor is azért... Akkor ezt ilyen dobta neki. Neki volt 7000 dodója. Hát jó. Henny csak egy kis KO-t vett. Eddig bevált, eddig szavunk nem lehet rá. Csak mert, hogy itt bemegy a B, akkor a ritékkel nem lesznek szerencsések. Lukásznak egyet, vagy kettőt legalább el kellene akasztani, az nagyon nagy lenne. Egy meg is van, lesz a kettő, az már nincsen. De ez így sem rossz. Hát viszont... testvérét is a halálba húzza magával. 3v3. Lekerül a bomba, és igazából a ritékre nagyon sok lehetősége nem lesz a Luminosity-nek. Egyetlen egy gránátjuk sincsen, bélelakott gránát nélkül rettenetesen nehéz visszafoglalni. Az AVP-AK kombót pedig nem kellene elbukni, mert itt sem állnak túl jól pénzügyileg. Na itt lesz a kitörő öröm, picit nézzük. Melyik brazil csapat örül jobban egy körgyőzelemnek? Hát, de hogy... Jó van. Ez nem nyert. 12-8. Zárkóznak, Fallennék zárkóznak. De még mindig 4 kör a differencia. Nem pikelni akkor hosszúra, sőt át is tolja! Hát ez így nem volt a legjobb döntés. Nyilván ezt kívülről könnyen megítelni. Azt gondolom, hogy miután meghalt ő is át tudta ezt értékelni.
A kéz, meg van neki Colzera, de itt van fel, hogy tudjon trade-elni. 4v3, előnyben mindig a Luminosity. Henny. Most nem pribázik. Bolc is fernek. Lesz a 9. körre a Made in Brazilnak. Nagyon hamar. Ha csak. Ez still lebukik. Felpróbálja húzni az időt, nagyon sikeresen is teszi, már is csak 15-20 másodperc maradt a bombán. Jó, a Molo viszont Lukás 10 HP, fennem hozadnia kell, de ezt is meg tudja oldani. Szépen lassan, de biztosan zárkózik a Made in Brazil, 12-9, és most sem már túl fényesen a Luminosity szénája, és most inkább a pálya vége felé lövik el taktikai időkéréseiket. Nos, hát az időkérés is megvolt. Nézzük, mit tudtak átbeszélni. Hát Fallen. Jól irányítja a másik félidőben csapatát. Fair, már a második fejét gyűjti be ebben a körben. Röviden próbálkoznak megint csak a Made in Brazil játékos, hogy Kodzara középen próbál egy kicsit megállni. Henny meghal, Lukás 16 HP-n, egészen eddig még Phelps nem végez vele, Bolc pedig itt elég szorult helyzetben. Mert végül Fer a blokkal gyűjti be negyedik gyilkosságát ebben a körben, 12-10. Szoros lesz itt a meccs végén, azt mondom, pici. Azt mondod? Meglátjuk. Azt mondom. Látjuk a gyors entry-t. Mind azt érzem egyébként a Luminosity-n, hogy nagyon jól kezdtek, tényleg 14-en fordultunk. Elhoztak valahogy egy kört a második félidőben, és onnantól kezdve sokkal jobban felszívta magát a Made in Brazil. Jók az időkéréseik, ahogy látjuk most is ők kértek egy időt. Az utolsót is ellővén. Át kell innentől kezdve beszélni mindent, egy nagyon kritikus fegyveres kör előtt állhatunk egyébként. Ugyanis, hogyha ezt elből ki a Luminosity, akkor könnyen kiegyenlíthet a Made in Brazil csapata. Hulán. Neki nem jött összetek, társának viszont ajtónát sikerült, hát 30-at hitelni, az érdekes. Hát valahogy megtegálték lenni itt, fogjuk így le. Mondjuk így.
Nézzük, merre szeretne támadni a Made in Brazil. Nagyon úgy tűnik, hogy ezt a közép és rövid kombót erőltetik. Két játékos is itt van röviden. Elkezdik egy molóna, nekész ki fog nézni, vagy nem? De elkezd égni, és ki kellett néznie. Per előny. Made in Brazil számára. Nyilván ők is nagyon jól tudják, ez egy elég fontos kör. Minden döntésük kétszer átgondolt. Takó fog majd érkezni hosszúról, őt Lukász tartja. 20 meg környékéről. Milyen terelés középre, mint hogy a kerítős B lenne. És most jönnek be a gránátok ára, Steel Tejvak, Kajzere leugrik, felpedig lefejeli Steelt. Megnyílik az állára, akkor Lukász innen nem hiszem, hogy csodát fog tudni tenni, ugyanis érkezik hátulról majd lassan Takó. Elég lassan. Bomba lekerül, de hát nem is kell ide Takó, hiszen van egy Fallen. 2-4-ben Henny és Bolc pedig nem fogja megpróbálni visszafoglalni, úgyhogy 12-11 menti a menthetőt a Luminosity. Időközben az egy időben futó másik mérkőzésen a Liquid könnyedén nyert 12-0-ra. Mirázson 16-6-ra, Overpasson pedig 16-7-re tudták legyőzni a Tyloo csapatát. Hát, azt gondolom, hogy a papírforma. A papírforma, igen. Tehát én is egy 2-0-ra számítottam talán, de azért nagyobb ellenállásra számítottam a Tyloo-tól, jóval nagyobbra. Mikor Liquid már új napon van túl, a napi napjuk eléggé gyenge volt. Nem igazán jött össze nekik semmi. Én mi csak az eredményt látjuk, valószínűleg most akkor már azért jobb lábbal keltek ki az ágyból. De hogy jobb? Tehát egy nap a bal volt, akkor már jobb lábuk a jobb lábuk? Persze két jobb lábasok lettek hirtelen. Na de nézzük, forszolt azért a Luminosity, biztos, ami biztos. Nem is annyira vészes a vásárlásuk. Így viszont a kör sorsa elég vészes lehet, így viszont nem, hogy a teresztesvére kettőt is vissza tudnak lőni. Fel és Phelps. Itt meg ennek a levét, hogy most misszel egyet. ...4v3, Lukász 2 HP-n. Neki zége kicsit. Akkor várja a társakat. Jön füstöve hosszú rövidre, ki lehet rakni a bombát. Ez meg is történik, és Bolcot le kellene lőni. Az nagyon kritikus frag lenne a kör kimenetelének szempontjából. Ugyanúgy meg lenne teljes rövid kontrollja a Made in Brazilnak. Volna lelövi Lukászt, Kolzerra pedig nem tudja lelőni Bolcot. Hát is így nagyon szorított helyzetben. Itt van. A Bolc pozíja igazából megnyerte ezt a kört a Luminosity-nek, én azt gondolom. Az hagyján, de elég passzívan píkelgetett, tehát nagyon jól csinálta. Tudta, hogy neki ott nem szabad meghalni, ugyanakkor segítenie kell a társain. Legalább az ellenfél célkeresztjét el kell húzni, a figyelmét meg kell osztani. Nagyon okosan csinálta Bolc. Hogyha ő meghal, akkor szerintem veszíti is a Luminosity-t. Igen, igen, igen. De ezt te is nagyon jól kiemelted már az akció elején is. És hosszú idő után újra kört az a Luminosity. Talán mondhatjuk azt, hogy az első négy kieső papírforma szerint, illetve első három. Negyedik kérdés, hogy ki lesz. Hogyha Made in Brazil, akkor kevésbé lesz papírforma szerinti. Belelőny megvan a Made in Brazilnak, most egy B támadásra próbálkoznak, és Bolcnak kellene valami nagyot alkotni, és nem néznek be ide! Hát hogy lehet ilyen Bolc két játékos se el tud húzni, majd csak Phelps tudja őt lelőni, ezzel pedig 3v3-ra igazálja a játékosok számát. Hát hogy nem lehet oda benézni, gyerekek? Na de leszeríték? Gránát van. Van kettő flash, egy füst, egy heg és egy molotov.
Diffuse hit szerintem pedig biztos, hogy volt valamelyik csapatnásnál, de úgy van vele. Nem azt hitt, hogy nem kockáztatnak, inkább odaadják a 13-12-t Fallenéknek. Igen, hogyha három fegyet kihozzák, akkor tudják venni. Nem négyeket. Esetleg még az augokat. Jelenleg még működnek. Ömőszíti edző annyira elegáns, hogy jutott hátra dőlve, mint hogyha 13-0-ra vezetne csapata. Ez számomra érthetetlen volt, hogy nem nézte Bede Bolcra 3-ban is. A kör kimenteni a szempontjában nem volt lényeged azért. Elhiszed nekem, hogy a negyedik játékos sem nézett volna be, hogyha... Igen. Nem lövi el magát? Tovább, persze. Amikor az, hogy látod, hogy a többiek nem nézze be, akkor te miért néznél, ugye? Nem, hát a többiek nem lőttek rá, akkor biztos nincs ott. Na de, 1 perc 15, jöhet a régi SK kör. Volt ezt mennyire olvassa? Vagy új Made in Brazil? Hát nem, nem. Na? Ezt mindenet lehet nevezni, csak újnak nem. Neki is. Adják a flash-eket, Bolszat nem igazán tudja emiatt segíteni. És amikor benéz már késő, azonnal kapja a fejest. És megint ugyanaz a helyzet, ben van a B-lerakón, Steel, Henny és Lukasz pedig A-lerakón, A-lerakón. Out of position. Idejük nem volt rotálni. Tudnak. Persze, csak hogy ugyanaz a helyzet az előző körben, ezzel pedig kiegyenlít a Made in Brazil. Megalizálják az állást 13-13-ra. Szoros küzdelmek vannak még itt előttünk az elkövetkezendő körökben. Meglepő az időkérés a Luminosity részéről. Na de, 13-13. Az idegek harca. Ojjaj. Hát igen. Az idegek harca. Hát nekiz nem örül. Azt gondolom. Nagyon korán emberenőbe kerül a Made in Brazil. Neked le bomba. Afterplant Situ, és nincs könnyű helyzetben a Luminosity. Kettő füstjük van. Egy muló, egy heg, és egy darab flash. Úgyhogy öten védik azt a bombát. Hát... De aztán be van Coldzer a Bolasznak, pedig Takó így... El lehet indítani a szelítéket, viszont idő már nem lesz rá, főleg, hogy a Fallen itt duplázni nem tud.
De egyedül maradt Phelps. És ő is meghal, de nincs idő. Átveszi a vezetést a Medium Brazilian. Nem is hiszik el a Luminosity-nél, hogy ezt a ritéket lehetett volna egy kicsit előbb is indítani. Viszont legalább elvették a fegyvereket. Legalább az. Ha már más nem. Henny. Most viszont Henny entrizik. Korai Frey. Talán már túl agresszívba is átment a Medium Brazilian. Azért óvatosabb, mert túl sok pénzük nincs. Még ugyanez elmondta a Luminosity Gamingről is. Ennél 13 egy körre a Medium Brazil adta, hogy széria pontot szerezzen, ezzel pedig bebiztosítva a bentmaradásukat, a továbbjutásokat ugye még nem, mert kettő körös az alsó ág is. másodperchez érünk pillanatokon belül, és röviden és középen próbálkozik most a Medium Brazilian. Egy CT kezdőről fel fog tudni sétálni fel. Kukász majdnem megállította ezt a támadást, Henny hosszúról. Nagyon fontos fejeket gyűjthet majd itt be. De az nem szabad hibázni. És felre nem számítanak, megvan neki egy hét, közben előbbi Fallen. Verduplázni tud, 2v2-ben maradnak, viszont idő már csak nagyon kevés volt, nem vélek, mondom már, élesítik a bombát. Henny imázik megint. Steel. Nincs gránát egyik oldalon sem, Fer most nem hibázik, és megvan a meccspont a Medium Brazilianak. Egy 2v2-t hoznak le, 15-13. És ugye van az a mondás, hogy nem muszáj egész meccsen vezetni, csak a legjobbkor, és a Medium Brazil pontosan ezt mutatja be nekünk. Itt Fer abszolút nem számítottak, és duplázni is tudott. Teljesen csendben, füstökön keresztül át sétált CT kezdőre. Na igen. 15-13. Na igen. Kicsúszott a Luminosity kezéből a mérkőzés. De nagyon is. Medium Brazilian megkapaszkodott egy fűszában. Luminosity nem állította meg, és egyre több kis fűszába tudott megkapaszkodni a Medium Brazilian. Igen, aztán az a fűszál lassacskán egy farög lesz. Mire oda jutottak, addigra pedig már... Már egy egész fa. Ezt mondjuk akkor majd, hogyha az alsó ágra tovább jutnak. Most legyen egy kis botocska, hogyha behúzzák ezt a mérkőzést. Nézzük Steel és Hennynek kellene alkotnia valami maradandót itt hosszún. Ez eddig össze is jön, egy játékos megvan, viszont Colzer itt van, hogy trédeljenek. Henny másodjára lelövi Colzerát, fel pedig Lukász, 3-3-ra maradnak. Most érkezik meg lassacskán Nekiz és Bolc is. Én nem tudja merre nézzen, mert benne lehet már rapulni is, de lehet még röviden is terrorista. Fer számít arra, hogy hátba fog jönni neki. Na Henny, valamikor elkezdesz lőni, akkor most kellene. Hát ismét csak a másik lövés talál. Bolc. Bolc. Ellevi a bombát, és már is futhat. Felment a bomba, pont. Felrepült. Felesett, pont feldobta Fallen. Hát van ilyen. Pont ugrott ugye, és felrepült igen, a bomba. Igen. Akkor kezébe volt. Azt a mindenit, és ez nyerheti meg a egész szériát a Medium Brazilian-nak. Egy 1v1 takó.
Versus Bolt. Felvesz egy molót. Bolt, rossz helyre dobja. Hát nincs könnyű helyzetben Bolt. Nincs kicsi sem. Számított akkorra, ne? Hát számított, de takó az SG-vel le tudja őt lőni, és 16-13-ra megfordítja a mérkőzést a Made in Brazil. Hú, micsoda nyitó meccsünk volt ma is, pici. Mit gondolsz a találkozókról? 2-0